Ősi szokás szerint zajlik számos társadalmi esemény is, többek között a lakodalom, azaz a toj vagy kudatoj. Bolóz szülőfalujában, Kirlik faluban részt vettünk egy akkor házasodó fiatal Altaj Kizsi pár hagyományos lakodalmán. A főszertartás a nyári konyhában, a nyolc szögletű fából épített, réseiben mohával bélelt, nyitott tetejű épületben zajlott. Érkezésünktől fogva, miközben gyülekezett a násznép, szállt az ének szájról szájra. Több száz verszak követte egymást. Az asszonyok felváltva énekelték a sokszor helyben születő köszöntő szavakat. Miután a két sógor nemzetség, Kuda, megállapodott, hogy gyermekeik egybekelnek, a lagzi napján a menyasszonyt, Kelin, szép ruhába öltöztették, és díszesen felszerszámozott lovon a vőlegény, Kyű házába vitték. A menyasszonyt eltakarták, és azok az asszonyok, akik elkísérték, egy kis függönyt tartanak elé, neve Közsögő, két nyírfa ágra kötve. Később a két nyírfa ágot a függönnyel a menyasszony ágya elé felállítják. A fiú családjának kellett lakóhelyet adni az ifjú párnak, míg a lány családja a bútorokat és a ruházatokat biztosította. Ezután meg kell szentelni a fiatal pár tűzhelyét, neve Ocsok. Minden tűzhely tüzének külön gazda szelleme van, Ott Eezi, akit meg kell etetni. Először a tűzhelyre szalagáldozatot tesznek, neve Jalama. Thank you.
Meggyújtják a tüzet, majd a vőlegény és apja körbejárják azt, miközben forró zsírt öntenek a tűz szellemének. Ebből az olvasztott forró zsírból a vendégeknek is inniuk kellett egy csöppet a fiatal pár tiszteletére. Ezután a mennyasszonynak áldást mondanak a vőlegény nemzetségének idősebb asszonyai, a kaindúk, hogy jó feleség és anya váljék belőle. Ilyenkor az asszonyok a befont hajukat megfogják, s a benne lévő szerencsét lehúzzák, mert abban hisznek, hogy így átszáll az a mennyasszonyra. A szerencse neve Iris. Fő istenünk Kán Kudaj, óvjon tekintetével, az öregek áldása kísérjen. A nagyisten óvjon tekintetével, az idősek áldása kísérjen. Előtted a hold fény sugározzon, mögötted a nap fénye sugározzon. Mikor minden áldást végigmondtak, felfedik a mennyasszonyt, aki kijön a függöny mögül, és a már felszentelt tűzhelytől jobbra helyet foglal a női oldalon. Ettől kezdve ülj kizsi, azaz a ház asszonya lesz. Ő szolgálja fel a teát és az ételeket a vendégeknek. A lakodalmakra rengeteg állatot vágnak. A vendégsereg, rokonok, barátok óriási vásznakba csomagolva vállukon hozzák a hatalmas ló, marha és bárány húsdarabokat.